Hallottátok a hírt? A sárkányok köztünk élnek, és akár te is tarthatsz egyet otthon. Aszta, te meg milyen nagy vagy? Téged hogy hívna? Szia, Petra. Szia. Ő egy szakállas agáma, Harry a neve. Miért hívják szakállas agámának? Ez a kis sárkányra emlékeztető lény a torkán lévő tüskékről kapta a nevét, amik egy szakállra emlékeztetnek. Megsimogathatom? Meg lehet simogatni, igen, mert ő nagyon szelíd és barátságos. Ahhoz képest, hogy milyen szúrosnak látszik, nagyon puha. A tüskéivel csak elijeszti a többi ragadozót, vagy épp a vetélytársait, de valójában nem védekező tüskék. Bőrből vannak, ezért nem kemények. Az agámák a sivatagi helyeket szeretik. A szakállas agámák otthona Ausztrália félsivatagos és sivatagos területei. Nagyon szeretnek napozni, és közben tátott szájjal hűtik magukat. A terráriumuk is hasonló környezetet utánoz le. A sziklákat nem csupán napozó ágyként tudják használni, de ha kedvük tartja, akár el is tudnak bújni alattuk. Az agámák milyen nagyra nőnek? Ő már egy kifejlett méretű hím példány, szóval körülbelül ekkorára, mint ő. Egy ilyen nagy hímnek viszont sok ételre van szüksége. Rovarevők, de sok zöldséget is fogyasztanak. Ti is halljátok? Már szinte kopog a szeme. Megetethetem? Igen, mindjárt hozok neki egy-két ízletes falatot. Hozzá a kaját, igen. Tartsd oda neki. Úgy, és engedd el. Azaz. Mert még egy. Úgy. Ez a beszéd. Milyen hangosan nyámnyog rajta. Láthatjátok, hogy az agámák nagyon szeretnek enni. Egy-két ízletes sáskával ti is be tudjátok lopni magatokat a szívükbe. Na, mai reggeli letudva. Így megcirógathat a dújjal a torkán, nézd csak. Ennek tök más anyaga van. Aki szeretne magának egy kis sárkányt, azaz szakállas agámát, annak ajánljuk ezt a hüllőt, hiszen nagyon barátságosak és kíváncsiak. Könnyen kézhez lehet őket szoktatni. Azonban gondoskodni kell arról, hogy elég helye legyen, hiszen ezek az állatok egészen nagyra nőnek. Tényleg nagyon barátságos. Köszönöm, hogy bemutattad a szakállas agámát. Nagyon szívesen. Szia! Szia!